takarító, a takarító, a takarító, yeah! Ki takarít és ki takarított a cikiri takarító nő, mindenhol ki takarított, mert ő egy szuperwoman, egy szupernő. Szupernek teremtette a teremtő, mert mindenki képes arra, amit ő csinál. Kefét fog a kezébe és sikri sikál, és a csillog utána a padló. Tudod, hogy ott jár ki? A takarító nő, a takarító nő, a takarító nő, a takarító nő, yeah! A takarító nőnek igen nehéz a dolga, se feregyet balra, se feregyet jobbra. Ha kell, ki nem fogy esni a dalomból, és mindenhol a pókot a sarokból. Ha jár dúlja, fújja, megfáradt újja, friss erőt merít újra meg újra. Egy sepű, egy kesztyű, egy fejkendő, és már is kész! A takarító nő! A takarító nő, a takarító nő, a takarító nő, yeah! Kézben a seprű, kisd a koszt, ez neked is egyszerű, kisd a koszt! Kezedre kesztyű, kisd a koszt, kisd a koszt, kisd a koszt! Indul a part is, kisd a koszt! Csillog a kard is, kisd a koszt! Na mire vársz, nézsűs? Kisd a koszt, kisd a koszt, gyerünk, kisd a koszt! A takarító nő, a takarító, yeah! Még egyszer! A takarító, a takarító, a takarító, yeah! Tőle lehet, kiziket! Kiziket, marika vagy keriket, csak gyerünk, hogy kikerül a helyébe. Akkor is rángatja, csak nem föl le, hanem jobbra balra. Ez egy apró pökkenő, de megoldható, egy kis gyakorlásra könnyen megtanulható. Csak jó nő kell, hogy legyen, és hódító. És már is szívesebben leszek én az oppató nő. A takarító nő, a takarító nő, a takarító nő, yeah! Nő, a takarító nő, a takarító nő, a takarító nő. Yeah! Fésűs Nelly! És Berki Krisztián! Óriási! És igen! Hát igen, hát... Azért most szerintem egy gondnok mesztelenül van, hogy rád legyen valami. Örülünk, hogy fel van öltözve, várjál már, hát nem egy ilyen csillogós, villogós, kis gatyába jött meg végre valamivel. Általában kevesebb ruha szokott rajta lenni, mint a fésűs Nellin. Kuki, megvetted? Figyelj, Krisztián, sokkal jobb voltam most, tényleg. Csak egy dolog kicsit hiányzik, hogy milyen kicsit énekelte, vagy repeltél hangosabban, mert Nelly úgy nyomta a rap, ahogy kell. Egy picike ilyen felénk voltál, vagy nem tudom, hogy ez direkt volt, hogy kicsit untad ezt a munkát, a takarítás, mert a milyen kicsit nyomtam jobban azt a pöskés, amit benne tessék? Ki szereti azt? De nem csak, Nelly, úgy nyomta szépen a rap minden, hogy nekem nagyon tetszik, de Krisztián, sokszor bántottuk téged, most nem fogom, most sokkal jobban voltál, jó? Sokkal jobb voltál, jó? Oké? Na. Szerintem egész egyszerűen a Krisztiának jót tett, hogy végre felöltözött ebben a produkcióban, mert nem kellett arra figyelned, hogy mennyire vagy menő izmailag, hanem egyszerűen jól nyomtad, rendesen jól nyomtad, meglepődtem. Köszönöm. Azt, hogy a Nelly jó, azt eddig is tudtuk, őt nem kell bemutatni, és az egy ilyen dologban, amiben nem kifejezetten énekelni kell, nem rappelni, ebben is nagyon jó voltál. Nagy melon volt benne egész héten. Remek, és sikerült a Krisztiánból kihoznod azt, amit ő képzel magáról, hogy ő énekes, vagy legalábbis valamilyen hangzott el. Ezt átveszünk, Krisztián, jó? Hogy nem akartam meghallani. Hogy jobbra mutattál balra, amikor azt mondtad balra, mondtad jobbra. Hát még vannak hiányosságok. Nagyobban sose legyen, de végre legalább egy olyan produkció volt, amiben tényleg nem tudtunk belekötni, legalábbis én nem tudtam belekötni. Oké, okay, hát a Tibi. Majd a kösd bele. Kösd bele, Tibi. Kollégáim vérbe mártották a tollukat a mai estén, ugye, igen, mindenki nagyon... Én azért örültem, hogy a WC-nél kezdtél, Krisztián, mert végre a helyedre kerültél, én azt gondolom, hogy... Nem, az a baj, hogy keménykedni akarok, de az előbb olvastam egy kommentet, az első a nyitó poénnal ökörködtünk a Berkin, és egy kommentelő beírta már, mi van, már megint a mocskos szádra vetted a Berkit? Tehát, hogy konkrétan olyan tábor van, figyelj, hogy kezdek reszketni. Figyelj, tök jó volt, én nagyon szeretem ezt az a... Az a Berki csak álnéven, csak mondom.
Ja, bentről kommenteket. Persze. Nagymamám úgy énekelt ezt a dalt, hogy a takarító nő. Úgyhogy én nekem ez a szívembe zártam ezt a dalt, ez nagyon-nagyon édes volt. Jó volt, fia, laza volt, jó volt a rep, jó volt, hogy nem énekeltél, mert tudod, az nem szokott sikerülni, úgyhogy nem bánom, hogy ezt most eltekintettünk. A Nelly elképesztő energiákat tett a melóba. Te meg, amikor idejöttél hörögni a Szulák Andihoz, azt gondolom, hogy megvettél megint egy 10 pontot, testvérem, úgyhogy ez jó vagy. Megvette? Nem adom, nálam nincs pénz. De izgi volt egyébként, hogy ide térdett és hörgött neked? Ezt nem először csinálja Krisztián, eddig sem sikerült. De maradjunk a műsornál, Már úgy értem, hogy itt a műsorban. Nem a hörgés volt. De küldték, tehát annyi, hogy tényleg, szóval mindig ugye küldön, nem magadtól mész. Ez volt a koreográfia. Ugye? Nem magadtól mész. Magadtól mit csinálnál? Igen, művésznőt, magamhoz mentem abszolút. Igen, művésznőt. Magadtól jöttél ide? Magamtól mentem. Akkor ezek szerint már nem fél. Izgulsz még, Krisztián? Nem, én most nagyon jól érztem volna egyébként. Nem baj. Sőt, semennyire nem izgult. Tibi, ha csak nem te magadat fenyegetted meg azzal a levéllel, akkor... Az a baj, hogy most nem igazán megkérném a barátémat, hogy parkoljanak arrébb a kocsimmal. De figyelj, ez most szórakoztató volt. Tehát, hogy az eddigi produkciókat néztük, akkor most elkaptatok valamilyen fajta fonalat, nem állítom, hogy túl vastag. De a lényeg az, hogy most van valamilyen fajta fonal a kezdetekben, kapaszkodj bele, Krisztián, csak azért, hogy érezd a törődést. Eddig nálam utolsó helyen voltál az elmúlt két adásban. Kapsz most egy építő jellegű 10 pontot, jó? Ne bántsátok a kocsimat! Én nem vagyok ilyen Facebook félelemmel eltántorítva, hogy egy 10-est adjak nektek. Tízes. Volt a rap, hát Majka, biztos hallottad, hogy jó volt. Én tudom, hogy Krisztián sokat tanult, mert mikor dolgoztam a rádióban, pont kaptam egy SMS tőle, hogy egy szíves kukijet ezt a takarítónő, mert nagyon akar gyakorolni a kocsiban. Itt van az eredmény, jó volt, 10 pont. Gyakorlatilag ezt a részt már lassan kihagyhatjuk a műsorba, ezt az értékes, mindenkinek behúzzuk a 10-et. 30 pont. És sose kaptatok ennyit. Krisztián, végre nem adásba kaptunk. Első adásba, annak oka volt. Reméljük, hogy nem egy lezárása egy nagy korszaknak ez most. Gratulálunk, öltöztetek át a második produkciót. Köszönjük. Biztos vagyok benne, hogy ott valami nem stimmel hangilag.